szerencsére semmi olyan rendkívüli esemény nem történt egyetlen szavazó körben sem, ami miatt bármi intézkedést kellett volna tenni. Az átjelentkezett és települési szintűre kijelölt szavazókörben délelőtt volt egy pici sorbanállás, de megoldottuk. Természetesen póttagokat rendeltünk be, pótjegyzőkönyvezetőket, úgyhogy ez is megoldódott. És a városban minden szavazó kör 19 órakor bezárt. Igaz ez a többi településre is? Igen, Tatabánya OEVK-hoz tartozó többi településen is, Tatán, Bajon, Vérteszülősön és Szárligeten is bezártak. Ott sem volt semmi probléma? Nem tudok róla, nem jeleztek. Ami egyébként rendkívüli esemény volt, azt, ha lett volna olyan rendkívüli esemény, ami miatt bizottságot kell összehívni, arról egyébként is tájékoztatást adtunk volna, de nem volt, úgyhogy úgy néz ki, hogy számolnak a kollégák. 19 órakor bezárták a szavazóhelyiségeket, az azt jelentette, hogy nem volt sorbanállás, nem volt indokolt, nem. Hogy... Nem kellett tovább nyitva tartani, úgyhogy 19 órakor minden szavazóhelyiség bezárt, és megkezdték a munkát. Mi lesz a további teendő, mert a 4 évhez viszonyítva általában azt már úgy a helyi feldolgozásban hamarabb lehetett látni az adatokat, legalábbis helyben. Mi a menet? Most is bediktálják telefonon a jegyzőkönyveket, azt mi rögzítjük, kétszeri rögzítés történik, amennyiben hibátlan, mert hát ezt az informatikai rendszer észleli, ha számszaki hiba van benne, visszaszólunk a kollégáknak, javítani kell a bizottságban. Ha minden rendben van, beszállítják, ellenőrizzük a gépen rögzített adatokkal a behozott jegyzőkönyveket és egyéb a jegyzőkönyv tartalmi elemeit, és hogyha az rendben van, akkor egyszer majd valamikor lesz egy összesen adat. Mennyire befolyásolhatják az eredményt a külföldön szavazók, illetve az átjelentkezők? Hát annyiban, hogy körülbelül 800 fő a Tatabányát érintő, de nálunk is voltak azt hiszem 478-an az átjelentkezők a névjegyzékben, hogy ezek körül hányan jelentek meg, vagy tatabányaiak hányan mentek el, azt nem tudom, mert ugye azt még számoljuk, úgyhogy ezt nem tudjuk megmondani. Tehát egy szoros eredménynél ez döntő lehet? Elképzelhető, hogy ma ne hirdessenek eredményt? Nem hirdettünk, az biztos, mert 12-én számol ugye az a szavazatszámláló bizottság, aki ma nem számol, és majd a zöld borítékban leadott szavazatokat, amikor megkapjuk 12-én szombaton, akkor fognak számolni. Kollégák mennyire frissek, éberek még? Hát fáradtak vagyunk, de hát ez a feladatunk, úgyhogy bízom benne, hogy azért még a mai nap folyamán végzünk a szavazatok összeszámlálásával.